beszélgetőtársam Martin Anett, személyedző, gyógytornász és túlélő. Azt hiszem lehet mondani ezt, hogyha a te titulusaidat kell sorolni, mert hogy a Survivor egyik szereplőjeként ismerhetett meg az ország azon része, aki követi ezt a sorozatot. De azt gondolom, hogy sokkal fontosabb a te esetedben az előzmény. Egyetem miért nevez be egy 20-as évei közepén járó fiatal nő egy túlélő versenyre? Először is köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek. Én megmondom őszintén, hogy ez volt az egyetlen műsor, amire azt mondtam, hogy önazonos, hogy ebbe így magamat tudom adni, amit így szívesen felvállalok, vagy meg szeretnék mutatni igazából így a világnak. Nem akartam bizonyítani magamnak sem, meg se, a családomnak sem, mert tudtam, hogy tudják, hogy mire vagyok képes. Inkább az, hogy volt egy, ugye múltamban egy balesetem, ahol rájöttem, hogy így tényleg komfortzónán kívül tudok úgy igazán fejlődni, és azóta viszem így bele magam ezekbe a helyzetekbe, és ez a műsor, ez pont erről szól. Lehet azt mondani, hogy az életedet két részt lehet bontani, a baleset előtti időszakra és a baleset utánira? Volt akkora jelentősége ennek az életed alakulásában? Biztos, hogy volt, de nem akkora. Nagyon sokan inkább azt mondták, hogy utána, hogy biztos jobban értékelem az életemet, hálásabb vagyok, viszont én azt gondolom, hogy balesetem előtt ugyanez voltam. Minden apróságért hálás voltam, és nagyon boldog, szóval ez így nem ezt adta nekem a baleset, hanem inkább az, hogy sokkal bátrabb vagyok. Hogy mindenbe belemegyek, amiben eddig így, hát nyuszi voltam, és inkább nem mentem bele ezekbe a helyzetekbe, mert azt éreztem, hogy nem fog sikerülni, hogy nem vagyok elég jó, és a balesetem ezt adta, hogy meg ezzel bebizonyítottam saját magamnak, hogy bármire képes vagyok. Az ember pont az ellenkezőjét képzelni el. Valakit egy ilyen borzalmas baleset ér. Láttam a fotókat arról a gépkocsiról, amiből kiszedtek, nem is tudom, hogy maradhattál egyben. Az inkább azt várna az ember, hogy inkább visszahúzódó lesz, félénkebb lesz, óvatosabb lesz. Te meg ehhez képest pont az ellenkezőjét produkáltad. Azt gondolom, hogy ez talán így is van, mert utána balesettem után nagyon sokan megkerestek, akiknek hasonló balesetük volt, és így az volt nekem a megfigyelésem, hogy 10-ből 10 ember mondjuk nem ült vissza a kocsiba, meg jobban fél, és amit te mondtál, hogy tényleg ez volt így a jellemzőbb, viszont nekem ez egyáltalán nem is fordult meg a fejemben, hogy olyan nem teljes életet éljek, hanem hogy pont úgy voltam vele, hogy belegondoltam, hogy mondjuk nem olyan a testem, mint előtte volt, tele vagyok hegekkel, és akkor most emiatt nem megyek strandra, emiatt nem ismerkedem, ezért nem érzem jól magam, hogy biztos, hogy nem, vagy ezért nem fogok visszajönni a kocsiba, amire szükségem lesz egész életemben. Szóval, hogy az volt bennem, hogy teljes életet szeretnék élni, és akkor ezért próbáltam meg igazából mindent megtenni. És itt talán azt tudnám mondani, hogy mondták az orvosok, hogy ne várjam azt, hogy ugyanolyan lesz minden, mint régen, viszont nem mehettem, vagy nem csinálhattam mondjuk azt, hogy olyan, mint az egyetemen, hogy ha kettesért mész, akkor megbuksz, de ha ötösért mész, akkor valószínűleg kettesre biztos, hogy átmész. Szóval, hogy mindent meg kellett tenni ahhoz, hogy ezt így abszolváljam sikeresen. Kivéthetetlen, hogy a balesetedről is beszéljél, de nézzük meg előtte, hogy addig minek készültél, és milyen Anett volt Martin Anett, mielőtt ez a tragikus, vagy majdnem tragikus esemény történt. Előtte is már személyedző végzettségem volt, és gyógytornászként, vagy az egyetemre jártam, és gyógytornászként tanultam, vagy gyógytornásznak. Ez is milyen érdekes dolog, hogy pont olyan szakmát tanulok, amit tudok használni a balesetemben igazából, és hogy hozzá tud tenni a szakmámhoz, mert ez egy ilyen kis saját siker, de hogy nem alkalmaztam szakembert a balesetemben. Én világéletemben sportoltam, nem tudtam még, hogy mit akarok, én se egy 5 évvel ezelőtt, mielőtt elkezdtem mondjuk ezt a gyógytornász szakot, mert én először testnevelő edzőn kezdtem el az egyetemet, aztán rájöttem, hogy nem fogok, hát először, hogy átjelentkeztem egy testnevelő gyógytestnevelő szakra, de aztán rájöttem, hogy nem fogok megélni egy tanári fizetésből, és akkor újra érettségiztem, és újra felvételiztem, mint gyógytornász, mert azt gondoltam, hogy abban van jövő minden szempontból. És akkor még így nem volt tiszta az egész, viszont most arra tisztult ki ez, hogy ez a személyedző gyógytornász kombináció, ez szerintem a világ legjobb dolga, és én nem is engednék ki úgy edzőt, hogy nincs gyógytornász végzettsége, és gyógytornász se engednék úgy, hogy nincs edzői végzettsége, mert annyira kéz a kézben jár ez a két szakma, hogy szerintem nincs egyik a másik nélkül. Mit sportoltál addig?
Miért ért véget a kézilabdázásod? Miért nem lettél egy válogatott kézilabdázó, vagy legalábbis egy első osztályú, vagy akár külföldön játszó? Hát ez azóta a szívügyem, mert nagyon hiányzik. Azért döntöttem úgy, hogy abba hagyom, mert én mentálisan nem voltam kész arra, hogy sikeres legyek. Fizikailag nagyon jó voltam, kiemelkedően játszottam, viszont amit edzésen tudtam nyújtani, azt meccsen egyáltalán nem. Itt kijött a maximalizmusom, az önbizalom hiányom, és egyszerűen sportpszichológushoz is jártam, de semmit nem használt. Így olyan voltam, kihagytam az első gólt, és véget. A teljesítményem az... Te itt a csapatsporttal volt problémád? Tehát te hiába hoztad a maximumot, volt még ott 5 játékos, akik nem. Lehúztak. Én azt gondolom, hogy ilyen 50-50, én nagyon tudok csapatban is dolgozni, és egyénileg is. Ez szerintem a Survivor-ben is kijött. Nem azzal volt a baj, hanem egyszerűen az, hogy láttam, hogy néznek, és hogy akkor vajon mit gondol a néző, és nekem ez sok idő volt, hogy én ezt legyőzzem. Én a suliba is sose tudtam felelni, végig dadogtam az érettségimet. Szóval, hogy így egyáltalán nem tudtam így beszélni, úgyhogy ez is most nagy dolog, hogy most itt beszélgetünk, mert amúgy az elején nagyon izgultam, de most már annyira nem, de nagyon sok munka van ebben, hogy én így tudjak beszélni emberek előtt. Tehát amikor a testnevelési egyetemre jelentkeztél, akkor ez egy kicsit pótlás volt, nem? Az aktív sport helyett valaki valamilyen oknál fogva, akár egy betegség, baleset, nem tud élsportban kiemelkedő lenni, elmegy edzőnek. De ettől még lehet kiváló edző is. Szóval nálad mi motivált igazából? Szerintem én alapból van bennem egy ilyen tanítási véna, vagy anyukám is tanár egyébként, viszont nem emiatt. De úgy éreztem, vagy úgy érzem, hogy volt bennem mindig egy ilyen segíteni vágyás, hogy segíteni az embereken, és ez is a tanítás is egy ilyen dolog, hogy át tudok adni egy tudást, amivel valaki előrébb kerül az életébe. Jó, szóval... de matek fizika szakos is lehettél volna. Igen, hát ez nem az én asztalom, úgyhogy ezért lett nyilvánvalóan a sport, mert az hazai terep. Jó, elhatároztad, hogy nem leszel testnevelő tanár, kitaláltad magadnak ezt a személyedző, gyógytestnevelő, gyógytornász kombót, és elérkeztünk 2020-ba a balesetedhez. Kérlek, hogy mesélj a körülményekről, tehát hányan ültek abban az autóban, mi történt, mert nem mindenki olvasta a korabeli cikkeket. Igen, ez 2021, 21. Igen, nyarán volt, július végén. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon emlékszem, nekem így a előtte lévő részét is kitörölte az agyam. Amúgy éjszaka volt, és én nyáron diákmunkában dolgoztam Balatonon, és onnan mentem haza, vagy jöttem haza Budakeszire. És hát ilyen este 10 óra körül volt, és országúton mentem, 90-nel, és félfrontálisan ütköztünk a szembejövővel, viszont az, hogy pontosan mi történt, nincs meg előtte az a mozdulat, hogy elrántom a kormányt, vagy bármi, mert nekem az van meg, hogy ráhajtok arra az útnak az elejére, és utána már semmi más. Szóval, hogy így visszamenőleg törölte ki az agyamat. Rámentél egy útra, hogy puff, elkaptak. Igen. És én igazából a kórházba keltem, szóval, hogy nekem így nincs emlékem erről semmi. Mellékes, csak úgy kíváncsiságból kérdezem, hogy kiderült, hogy ki volt a vétkes? Igen, elvileg én mentem át a másik sávba, de az, hogy miért, azt nem tudom. Érted, emiatt bármilyen retorzió, hogy volt valami következmény? Most nem az egészségedre vonatkoztatva kérdezem. Én nyilván elvették a jogosítványom egy fél évre, azt hiszem, meg valamennyi pénzbírságot kaptam. Hál' Istennek, akivel ütköztem, neki nem lett semmi baja. Egyben megkerestem a kórházi papírba, amikor, vagy hát a rendőrségi papírba, csak akkor még a kórházban voltam, hogy ki vál, és hogy ki ő, és akkor ráírtam, hogy megkérdezni, hogy hogy van, bocsánatot kérni, megkérdezni, hogy mi történt, mert hogy én ugye nem emlékszem, és hát igazából az a lényeg, hogy neki nem lett semmi baja, és szerintem... Elfogadta a bocsánatkérésedet? El, igen. Mi az első kép a balesetted után, ami, hogy kezdett el tisztulni az elméd? Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mert amikor felkeltem a kórházba, akkor még így halucináltam nagyon sokáig, sokkal tovább, mint kellett volna elvileg. Az orvosok azt mondták, hogy már rég ki kellett volna mennie a gyógyszereknek, és hogy és már nem kéne halucinálnom. És nagyon nehéz volt elkülöníteni, mert volt olyan, ami nagyon valósnak tűnt, és volt, ami nagyon abszurd, ami ugye az életben nem fordulhat elő, és így nagyon nehéz volt szétválasztani a két világot. Viszont azt gondolom, hogy így az agyam az a fájdalmat átkonvertált a képekbe, mert csak szinte nem volt pozitív halucinációm, hanem inkább negatív, ilyen végigéltem fejben kb. Mindent, ami így az ember életében előfordulhat, hogy abortuszom volt, levágták a lábam, megöltem valakit autóbalesetben, benzint itattak velem, megmérgeztek,
meghalt az édesapám, szóval, hogy az összes dolgot így végigéltem, és amikor felkeltem, akkor ezek az érzések bennem voltak, mert volt olyan halucináció, hogy egy kék elefánt berepült az ablakon, és akkor az ugye nem valós, és ezért a többi sokkal valósághűbbnek tűnt. De igazából inkább rossz volt, igen, amiket most soroltál. Egy igen. Pozitív? A pozitív, hát én találkoztam Istennel. Most ezt nem tudom, hogy az agyam szülte, vagy... Hogy néz ki, meséljem el. Hát ő egy ilyen 40-50-es férfi volt, hosszú haja volt. Az a lényeg, hogy ő előttem állt, és mögötte minden szép volt. Én meg ugye benne voltam abban a rossz világban, amiket úgy most elmeséltem. És ő mondta, hogy menjek vele, bármit kérek, ő magadja. És akkor itt volt az, hogy én valamiért azt mondtam, hogy gin tonic, és gin tonic eső esett az égből. Aztán mondtam, hogy... Egyre jobban tetszik nekem. Aztán mondtam, hogy lazat, és lazatok hullottak az égből, de hogy így tényleg bármit kívántam, azt így teljesítette, de nekem evidens volt. Tudom, megjegyeztem azt, hogy evidens volt, hogy nem megyek, hanem hogy maradok itt, ahol vagyok, és nekem jó. És akkor igazából ez így ennyi volt. Meg annyit mondasz, hogy írek egy könyvet. Ennyire emlékszem. Szólt neked, hogy írj egy könyvet. Igen, tehát igen. Kijelölte az utadat. Előtte volt valamilyen kapcsolat? A katolikus iskolába jártam egyébként. Prahászka? Igen, a Prahászkába. Én hiszek valakiben, aki felettünk áll, de hogy nem feltétlenül Istenben, és ezért nem tudtam, hogy most az agyam, hogy ez tényleg megtörtént, mert hogyha, akkor nekem valószínűleg hinnem kell benne, hogyha az én agyam szült el. Szóval, hogy ez így nem tiszta teljesen. Azóta változott a valláshoz való viszonyod? Tehát próbáltál beszélni mondjuk pappal, lelkésszel, akkor ugye egyetem megfejtsd ezt a látomást. Aha, nem, úgy megmondom őszintén, hogy nem, és nem is tudom, hogy miért nem jártam utána. Én inkább ilyen spirituális irányultsági érdekeltségem van, és hát hogy én jobban érdekel a spiritualitás. És, ez és is spiritualitás? Igen, csak hogy így tényleg így nem tudom megmondani, hogy mi, de hogy van egy felsőbb erő, és én azt tudom, hogy rám nagyon-nagyon vigyáznak fentről. Ilyen nagyon abszurd dolgok szoktak történni az életemben, hogy bemegyek egy étterembe, és kérek egy csirkés levest, és kiadják a csirkét, és pont romlott volt, és akivel voltam, az megeszi. De most csak ez így ilyen szélsőséges példa, de hogy nagyon sok ilyen van. És hogy volt, hogy feküdtem a kórházba, mert ki akarták szedni a csavart, az egyik csavart a térdem felett, és mondta a műtős orvos, hát most ezt ő sem hiszi el, de hogy sötörés történt az én műtömbe, úgyhogy ezt most így el kell halasztani. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor hazamegyek, mert hogy amúgy hétvégére feküdtem volna be. És hazaértem, és valamiért nagyon álmosnak éreztem magam, lefeküdtem aludni, és ilyen 40 fokos lázzal keltem. Szóval úgy mutattak volna meg, ami meg bármilyen szövődmény lehetett volna, ami nem feltétlenül. Vagy én megúsztam egy kezelést, közben leégett a kórház, tehát bármi. De hogy nagyon sok ilyen volt már az életemben. Úgyhogy nem tudok hinni a hát nem véletlen. Akár hívő is lehetnél ezek után. Ja, sokan igen, pont igen. Egy ilyen kataklizma után igen. Fordulnak. Igen. Jó, itt van egy könyvként, most kezdtem el a buddhizmus tanulmányozni a karmáról, majd megmutatom, esetleg elég hasznos dolgok vannak benne. Na, érdekel. Jó, nézzük akkor a statisztikát konkrétan, mennyi ideig voltál kórházban. Azt nem kérdezem, hogy hány csontot tört el, mert szinte valamennyi, de úgy nagy vonalakban milyen diagnózist kaptál a baleset után. Tehát azért vagyok erre kíváncsi, hogy a hallgatók, nézők lássák, hogy honnan álltál föl. 2 hónapig voltam a kórházban, viszont láttam volna tovább is, csak saját felelősségre kijöttem, mert vissza kellett menni az egyetemre. Én meg úgy voltam vele, hogy az orvosom azt mondta, hogy passzivált esem, mert nem fogom tudni megcsinálni, viszont én úgy voltam vele, hogy az agyam épp, tanulni tudok, dolgozni nem tudok, mert nem vagyok rá képes, úgyhogy valamit muszáj csinálnom, mert akkor megőrülök a 4 fal között, hogyha semmit se csinálok. Ugye amikor felkeltem a kómából, akkor tudtam meg, hogy pontosan milyen sérüléseim is voltak. Eltört a balkarom, a combcsontom, a medencém 3 részbe, keresztcsontom darabokba, a sorozatbordatörésem lett, a lépemet kivették, meg a beleimet, meg a májamat kellett összevarni, meg volt ugye fejsülésem, meg valószínűleg azért van az amnéziám is, és hogy innentől ideig összevarták a fejemet. Nem látszik abban szinte semmi. Igen, nagyon szerencsés vagyok, mert nem is plasztikai sebészt csinálta, hanem tényleg hálás vagyok, mert az ottani orvosok azok iszonyatosan jó munkát végeztek, és tényleg nem látszik szinte. 2 héti kómában feküdtél öntudatlanul, és 46 kilóra fogytál? Igen, 20 kilót fogytam, és nem nagyon volt rajtam felesleg, szóval ez így mind izom. Olyan szinten, hogy ha sikerült kerettel fölállnom, akkor utána visszaültem, és az ápolóknak kellett visszarakni a lábamat az ágyra, mert nem tudtam megemelni. Felrém lett? Az volt olyan ebben a 2 hónapban, amikor adott esetben az is
a kirakatban volt, hogy nem fogsz többet járni, hogy olyan maradandó sérüléseket szenvedtél a balesetben, amivel együtt kell aztán élned? Gerincsérülésem nem volt, szóval egyébként az, hogy nem fogok tudni járni, az így nem volt benne. Nyilván az, hogy nem lett szimmetrikus a medencém, nem tudták megcsinálni úgy, de azt általában nem is lehet 100%-ban jóra megcsinálni. Annyit mondtak, hogy valószínűleg nem fogok tudni súlyokkal edzeni a jövőben, amire sikerült rácáfolnom, azt gondolom, életem formájában vagyok, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre is. Meg még maradandó ugye az, hogy nem szülhetek majd természetesen, mert a medencém össze van lemezelve, és nem tud tágulni. De hát ennyi baj legyen. Lelkileg, hogy a hatott rád az egész történet, meg az onnan való talprálás? Sokat sírtam éjszakánként, viszont így az elején elkezdtem felsorakoztatni magamba, hogy mi az, amit vesztettem ezáltal a baleset által, és mi az, amit nyertem. És aztán rájöttem így a második nap után, hogy amúgy nem is foglalkozom azzal, hogy mit vesztettem, mert hogy nagyon-nagyon sokat nyertem. Megmondom őszintén, nekem nagyon nagy segítség volt az, hogy az apukám, amikor felkeltem a kómából, akkor a legelső emlékem az az volt, hogy ő sírt, és megfogta a kezemet, és annyit mondott, hogy köszönöm szépen, mert most valószínűleg megmentettem az ő életüket, és akkor nem értettem, hogy miről beszél, és akkor mondtam, hogy léci, fejtsd ki, mert azt most nem értem, és mondta, hogy ők vasárnap reggel indultak el 2 hétre egy motoros túrára Olaszországba, vagy hát így körbe, és ahogy megtudták, hogy mi történt, ők el is indultak haza, kedreggel indultak, azt hiszem el, és szerdán, amikor bekapcsolta a híreket, akkor a legelső hír az volt, hogy kedden este abban a városban volt Olaszországban egy sárlavina, ahol nagyon sokan megsebesültek, meghaltak páran, és ők igazából, ha én meghúzom a kocsit, nem jönnek haza. Szóval, hogy egy olyan kaliberű dolognak kellett történnie, hogy ők eljöjjenek onnan, és nem tudom, hogy mi történt volna, de úgy éreztem, hogy ennek így kellett lennie. És akkor nekem már pozitív lett a balesetem abban a pillanatban, hogy oké, én ezt elbírom, sokkal nehezebben dolgoztam volna fel, ha velük bármi történik, és hogy ahhoz képest egy semmiség. Hát te nem vagy hívő, akkor nem tudom, hogy ki lesz hívő. Ezek után még távolból a baleseteddel megmentetted a családodat. Volt barátod akkor, amikor most párod, erre gondolok, meg gondolom, hogy barátnőid voltak, látogattak, segítettek? Igen, persze, minden nap. És a barátod kitartott melletted a sérüléseid minden dacára? Persze, igen. Most már nem vagyunk együtt, de akkor igen. Nem olyan régen, azt olvastam róla az egyik nyilatkozatodban, hogy nem akarod plasztikáztatni a hegeket, sebek nyomait. Miért? Én alapból ilyen a természetesség hívő vagyok, és nem gondolom azt, hogy szükség van rá, és kicsit így szeretném ebből is így az embereknek megmutatni, hogy jók vagyunk úgy, ahogy vagyunk. És így próbálom így is vezetni az ilyen social media felületeimet, mert azt gondolom, hogy nagyon kevés az ilyen ember, és nagyon sok önbizalomhiányos ember van, mint ahogy én is az voltam, és nem szeretném, hogy az legyen, hogy azt éljék át, amit én is, és akkor így próbálni ezt a vonalat így továbbvinni, meg én nagyon büszke vagyok ezekre a hegekre is, és engem tök jó dolgokra emlékeztetnek, úgyhogy, meg hogy mennyire erős vagyok, úgyhogy én eszembe se jutott. Vagy én ezt meg akkor hát abszolút igaz az, hogy teher alatt nő a pálma, tehát neked kellett egy ilyen komoly megpróbáltatás, hogy ebből erőt merítesz. De nem mindenki ilyen, nem? Tehát van, akit éppen visszavett. Kisebb, vagy akár nagyobb sérülések, szóval neked se lenne ugyanolyan, ha mondjuk a lábadat veszítetted volna. Persze, nyilvánvalóan nem, azt gondolom, viszont most már megtanultam azt, hogy ha jön egy trauma az életembe, vagy bármilyen rossz dolog, akkor én azt úgy fogom fel, hogy ez tényleg egy ugródeszka. Szóval, hogy ez egy lehetőség a fejlődésre. És vagy lezuhansz, vagy jobb leszel. És most már, hogyha jön bármilyen rossz napom van, és valami rossz történik velem, akkor csak arra gondolok, hogy 2 nap múlva sokkal jobb leszek, mint tegnap előtt voltam. Mit tudsz ebből továbbadni? Hiszen emberekkel foglalkozol a munkád révén, meg ugye hát környezetedben is vannak emberek, és nyilván lesznek olyanok, akik ilyen-olyan tanácsért, segítségért hozzád fordulnak. Ebből át lehet adni valamit? Vagy pedig te ilyennek születtél, és te szerintem igen. Lesz. Szerintem ezek készségek, és ezeket mind meg lehet tanulni. Szóval nem gondolom, hogy én mindig is ilyen voltam. Inkább az, hogy ami mindig is ilyen voltam, az, hogy mindenki segíteni szeretnék. Az, amivel születtem. De az, hogy én idáig eljutottam fejbe, az hatalmas meló volt nekem. És azt gondolom, hogy ez erre bárki képes, és ebben én vagyok mondjuk a kulcs valakinek, hogy tudok segíteni, és
és elindítani azon az úton, ahol, amin én is elindultam. Még azért mielőtt mindenkin segítesz, oda kanyarodjunk vissza, hogy kimentél idő előtt saját felelősségre a kórházból, visszamentél az egyetemre. A felépülésedet mennyire lehet pár percben, pár mondatban, ha összefoglalnád? Mert azt olvastam, hogy valami csodával határos tempója volt ennek. Ez így igaz, bár akkor egy örökké valóságnak tűnt, mert szerintem kétféle ember van, ez egyik, akit toszogatni kell, hogy menjen és csinálja, engem meg vissza kellett húzni, hogy még nyugi, még ne. Hát én szeptember 9-én jöttem ki a kórházból, 13-án már két mankóval mentem be az egyetemre, 8 órákat végigültem a kerekesszékbe, és igazából szerintem az volt így a kulcs ennek, hogy annyira gyors volt, hogy minden nap foglalkoztam magammal, minden nap gyógytornáztam, és hát igazából, hogy tudtam, hogy mit kell csinálni. Nem jártam külön gyógytornászhoz, igazából ebbe még annyira nem is volt szakmai tapasztalatom, viszont azt gondoltam, hogy elég a tudásom ahhoz, hogy ezt megugorjam, és hát november 1-én raktam le a két mankómat, és én december 15-én már googoltam súlyal a terembe. Elkezdte súlyzózni a figyelmeztetés, vagy... Igen, azt gondolom, hogy annyira ismertem már a testemet, hogy tudtam, hogy hol ez a határ, mi az a fájdalom tűrő képességem, és mi az a határ, ami belefér, hogy feszegessem, és szerintem ez volt így a kulcsa. Olvastam, hogy a Survivor versenyén a legnagyobb izomnövelést hajtottad végre, vagy mi volt? Igen, indultam egy versenyen. Ez egy más verseny. Igen, ez egy biotekes verseny volt, 2021 legnagyobb átalakulója. Hát én igazából januárig kellett elküldeni az eredményeket, ugye előző évre, és hát én igazából ugye szeptembertől, vagy a balesetemtől januárig én visszaszedtem azt a 20 kiló izmot, és nem is tudom, hogy csináltam. És igazából annak ez a verseny volt az. Folyamatosan ettél, mert közben meg mozogtál is. Persze, én nagyon sokat eszek, imádok enni. Sajnos vagy nem sajnos, de nagyon jókat eszek, nagyon figyelek az, hogy mit viszek be a testembe, mert tényleg az vagy, amit megeszel. Úgyhogy tehát ez a két dolog szerintem, meg az, hogy tényleg hittem benne, hogy ezt meg fogom csinálni, és sikerülni fog. Most hogyan zajlik az életed? Egyetemet elvégezted ezek szerint? Igen. Vagy még tanulsz? Elvégeztem, nem, most jelenleg nem tanulok, most egy konditeremben vagyok személyedző, és vagyok egy magárendelőben, meg gyógytornász. Honnan jön az a segíteni mindenkin óhajtás, amit fogalmaztál, hogy te már a baleseted előtt is Igen. ilyen volt, ez honnan? Szerintem mindenki születik valahogyan, valamilyen életfeladattal, és nekem ez volt. Ebben lelem az örömöm. Szóval ezt tesz boldoggá. Úgyhogy én erre rájöttem már akkor. Te voltál az a kis tyúkanyú, aki az óvodában a kis pajtásait, akiket bántanak, maga köré gyűjtötte is. Igen. Milyen árszpolitikát tudnál mondani most az eddigi életutad, ez a komoly negyed század után? Tehát mire tanított meg az élet, a baleseted, a környezetedben élők, a saját talpraállásod, az erőd, amit, mint kiderült, elő tudtál hívni magadból, vagy akár a Istennel való ilyen-olyan kapcsolat. Szóval mi a legfőbb tanulsága? Hogyan összegeznéd eddig, ami tovább is visz? Hát szerintem az, hogy megerősítette bennem a hitem, ez a legfontosabb, hogy most már nem csak elmondom magamnak, hogy elhiszem, hogy képes vagyok rá, hanem tudom, hogy képes vagyok rá, bármire, talán ezt, meg az, hogy ha jön egy rosszabb dolog az életemben, akkor az mind értem van, és hogy már tök pozitívként fogom fel, hogyha jön egy tragédia az életemben, mint ahogy említettem, az egy ugródeszka. És jobb leszek csak, és csak értem van. És igazából így már jöhet bármi. Viszont én azt is tudom, hogy van egy elméletem erről, hogy egyre rosszabb és nagyobb dolgoknak kell, hogy történjenek velem, hogy tudjak fejlődni. De nem várod ezeket? Nem várom, csak tisztában vagyok vele. Vagyis hát, hogy felkészültem rá, mert ez olyan, mint az izomépítés, hogy egyre nagyobb és nagyobb súlyok kellenek ahhoz, hogy fejlődni tudj, és ahhoz, hogy az életben is, hogy fejlődni tudj. Hát, hogyha most történik velem az, hogy mondjuk szakít velem a párom, akkor ez már nem fog úgy meghatni, mint három vagy öt évvel ezelőtt. Ahhoz képest, ami eddig történt veled, az... És sokkal nagyobb dolognak kell történni ahhoz, hogy meg elérje az én inger küszöbömet. De ha meghal az egyik szeretted, azért az ugyanúgy fog fel. Persze, természetesen igen. De biztos vagyok benne, hogy sokkal, hogyha mondjuk ez 10 évvel ezelőtt történik, akkor én összeomlok, és hogyha most történik, akkor fel tudom dolgozni. És ez már egy nagy szó. Erősebb lettél. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.